Vezérfonal a tudományos borkóstoláshoz. A borkóstolást, elvtársak, csak léha és felelőtlen iszákos tekinti vedelési alkalomnak. Komoly szakember, teszem azt, mint én, az tudományos alapon vizsgálja, figyeli meg a tárgyat. Először is a színét vesszük szemügyre, aztán az illatát figyeljük meg, és szinte csak cseppenként, kortyolgatva, megállapíthatjuk, hogy erre badacsonyi hárslevelűre az egészen sajátos zamata a jellemző. Bukéja van ennek a bornak, kertársa. Bukéja. Na persze, ezt mi szakemberek így mondjuk, ez egy egész különleges dolog, ezt más meg se érteni. Laikus is észlelheti, hogy illata. Zamata. Mennyivel más ennek a badacsonyi rizlingnek? Más a bukéja, kartársai, más a bukéja és testes bor. Kvázi harapni lehet, drága kartársaim, na persze. Óvatosan harapjuk, mert ez a badacsonyi rizling is nagyon csalós. Na már mostan, ha szigorúan tudományos alapon folytatjuk a vizsgálódást, akkor ez a kecskeméti, tramini, fűszeres a helyes sorrend. Illata, zamata, oly annyira jellegzetes, hogy semmi mással nem téveszthető össze. Figyelj csak meg, drága aranyos barátaim, ha egymás után dobunk le, egy-egy korzsöcskával a hálháromból, akkor Trisztán pregránsan éreztessük a köztük levő lényeges direferenciát. Na persze, drága aranyos keveltársaim, iszonyatosan vigyázunk, mert ez így keverve pláne nagyon csaló. És most egy egészen pisike korcsocskát az asszú féleségek egyik másikából. Drága krapekjai, tisztán csak annak a megállapítása véget, hogy ez az asszú féleség mind olyan, egészen másmilyen. Persze, srácok, most már irtóztatóan vigyázzunk, mert ez a zaszó féleség már, hogy úgy mondjam, büdösű csalós. Ami most következik, az egy külön fejezetet érdemel a tudományos vizsgálódás anyagában. Mert hogy küllemre, egyszerű kradarkaka, piros a színe, trizes az íze, apci, hát nóta van benne, becsüle, szentséges egy atya úr istenemre, hogy nóta van benne, hogy azt mondja, hogy édesanyja, mi se volt enné. Persze, nem gajdináskodunk, komoly tudomás előadáson, nem korcsma ez, nem spi, nem stabfrugutik. Melyik asztalra tegyem, gyere? Pihenj!
beszéljenket! Ácsi az egész! Ebbe dugjátok a csörötöket, cukorpofáim! Ha egyáltalán ne akarjátok tudni, mi az az anyatej! Körte! Magzatjaim! El nem ulasszuk vizsgálódást trágyává tenni ezt a csopaki nyakolajat, csak úgy szabad kézből galér mögé vigyázz, Jani! Iszontató a vigyázz, ma! Haver! Egy egészen piciket csókod. Hagyd leellek nemes homlorodra, te! Tudományos alapot, te, mert ennek a bukiát valami büdösi lehet ám harapni, te! Hogy van az a dut, hogy befutalja, zutat a hó! Szóval gyerekek, gyere, Vakki Jani, ma itt tercelek hozzá! Jeleresztve a kanetária, Bubaheden a gazd.